Na szóval, hogyan állítjuk be a vezérlést egy E8 TFS-i temetőjáraton? Na, nézzük csak. Most csak a szerszámok egy részét használom, mert ugye a vezérműtenger rögzítőt itt ezen az oldalon nem használom, mert nincs rá szükség. Kiszakítjuk a hengerfejből a csavart, vagy a menetet. Jó, azt is megjelölöm így gyorsan. Most be van. Meg van húzva. Na, tehát nem is olyan bonyolult egy vezérlés, ha azt vesszük egyébként. Ugye... egyes henger felső volt ponton van. És annyit kell tennem, hogy a vezérmű tengelyeken ugye van egy-egy jel. Az egyik az itt van, a másik pedig itt található. Tehát ha megnézzük, akkor faszán lehet látni, hogy van egy kis bevágás itt. Na, az lesz a mi jelünk. Annak ugye egybe kell vágnia ezzel a kis jelölt láncszemmel, ezen az oldalon szintúgy. De úgyis megbizonyosodhatunk a megfelelő pozícióról, hogy mérünk tolómérővel egy távolságot innen, és 61 és 64 mm között kell legyen a távolságunk, ez most 61 mm, ezen a felén pedig körülbelül 64-65 mm. Tehát nagyjából jók is vagyunk. Ugye ezen a távolságon fogtam és beraktam ezt a szerszámot ide, ami berögzíti a kereket, mert ugye ez elforogna amúgy. Ez megáll egy helyben, de ez viszont elforog. Úgyhogy ezt érdemes megrögzíteni. 18-as villás kulcsot, ha rátesszük ide a vezérmű tengelyre, akkor azzal szépen lehet mozgatni ide, oda, amoda. Jó, benn van minden. Ha megnézzük a vezérlést, a vezérmű lánc az eléggé kis furásan néz ki. Ugye van balansztengelyünk, kettő darab, itt egy, meg ott egy. Itt van a vezetők. Tehát, ha megfigyeljük, a balansztengelynek ugye van egy közlőkereke. Annak a közlőkeréknek van két kis pontja. Ezen a keréken van egy pont, a közlőkeréken pedig van egy ilyen dupla pont, ami összejelöli a két fogat, hogy hogyan áll egymáshoz képest. Majd ezen a közlőkeréken van egy pont a lánchoz is, amit megjelöltem pirossal. Ezen a felén is van egy kis pont, azt is megjelöltem. A jelölt láncszemeink azok oda fognak passzolni. Itt a főtengelyen, ott is meg van jelölve ugye a pozíciója. Azt pedig itt, ha megnézzük, az itt található. És a vezérléshez tartozó jelünk pedig egy nyíl formájában rámutat arra a linkre, ha megnézitek, láncszemre, és így biztosak lehetünk abban, hogy a vezérlésünk jelen. Olyha, de most be van gyógyulva, mint a szemét, úgyhogy fogóval fogom meglazítani. Úgyhogy meg disznózsírral. Disznózsírral meg kell kenni, hogy biztos jó legyen. Mondjuk kézzel húztam meg, úgyhogy nagyon jó. És fogjuk és áttekerjük a motort. Kell hozzá egy 24-es vagy 27-es kulcs. Egy kulcse kell. Ugye itt van a jelünk. Ez egy elég érdekes verzió. Tehát úgy csatlakozik a főtengelyhez, hogy nem a hagyományos rácsosztatom, és van egy tüské, vagy van egy éken, vagy akármi, hanem így oldalasan csatlakozik rá. Sideway. És ezen is van egy jelölésünk, ha megnézitek, ott az a jel, ami azt jelenti, hogy ott el van lapolva. Két-három fognál van egy lapolás, ami ugye nem engedi azt meg, hogy feldé rakjuk fel. Tehát ezt így most felrakom, ott átjelöltem, hogy ez a jel, ez az a piros jel, ami ott van lent.
vagy fent. Tehát ha megnézzük, most van egyes henger felső holdponton. És ugye általában minden motornál úgy van, hogy a karter síkra merőlegesen, tehát 12 órára van általában az égpálya is, ennél meg a lapolása ugye annak a keréknek. Úgyhogy itt van benne kis pálcám, azzal megnéztem nagyjából, hol van a felső holdpont. A vezérmű kerekeimet most megjelöltem, hogy nagyjából hol voltak, és fogom, körbe tekerem a motort. A vezérmű kerekek, vagy a balansztengely kerekei, azok nem fognak ugyanoda visszaesni, ahol voltak, ugye? Mert a linkre gondolok, mert ahhoz egy jó párat át kéne fordítani, de hát annyit nem fogok fordítani rajta. És akkor most fogom, és áthajtom a motort. Kiveszem a pálcámat. Oda nézzetek. Tökéletesen pörög, ahogy kell. Na, most visszakerültünk ugyanoda. Jelölt láncszem. Érdekes, mert nem került ugyanoda vissza. Látjátok? Milyen érdekes. Na, tekerjük még körbe. Most még úgy nem került vissza, látjátok? Azt hiszem, hogy minden 8. átfordításnál fog visszakerülni. De minket ez most nem is érdekel. A jelölt láncszemünk az érdekes, hogy ha vissza tekerem 12 fokra a főtengelyt, akkor a jeleim ugye visszakerülnek ugyanabba a pozícióba, ahol eredetileg voltak. Tehát ha itt megnézzük, ott van az a kis jelünk, ami itt meg van hosszabbítva, tehát ha ezt nézzük, akkor már ott is leszünk, ahol kell. Úgyhogy végülis ennyi a beállítás a vezérlésnek, nem egy nagy kunst. Úgyhogy 1-8 TFS-ikre fel. Hogy felhelyezzük. Felhelyezzük a... ezt az egységet, ugye, ami helyén tartja ezt a vezérműtengelyt, mert ez a vezérműtengely tud csúszkálni. Úgyhogy nincs is más dolgunk. Ugye szépen fel van pucolva. És letörlöm még róla ezt a maradék olajat. Nagyon jó. Ami még kiszivárgott, és felhelyezem a helyére. Ezt tartja helyén a vezérműtengelyt. Ezeket az extra paszta darabkákat el kell távolítani. 2, 3, 4, 6. Nagyon jó. És nézzük egy ábrát, amit a neten lehet találni. Mennyi a meghúzási nyomatékunk. Hatos 8 Nm, 8-as 20 Nm és 90 fok. Tehát 20 Nm. Nagyon jó. Most jön az a rész, hogy ezt az alsó fedelet fogom felhelyezni, ami ide jön. Ezt pedig úgy fogom elérni, hogy most fogom és az eltisztított fedelemet kicsit kikalapálom, mert hát a little bit el van hajolva itt. Most kirakom egy lapos felületre, mint például a satupat. És kiegyengetem. Nagyon jó. Hát, ha felhelyezem, akkor látni fogom, hogy tökéletes, avagy sem. Hát igen, ez most nagyon lett nyomorgatva már. Úgyhogy
Még egy kicsit itt is. Igen, a leszerelésnél igen csak el tud deformálódni. Most úgy nézem, hogy nagy vonalakba egyenesek vagyunk. Minden meg van húzva. Az összes feszítő le van jelölve. Balansztengely befogatás is meg van húzva. Minden tökéletes, nagyon jó. Most jön a paszta. Pasztázunk egy kicsikét. Pászn. Ide nyomunk egy kis pászn. Meg ide is nyomunk egy kis pászn. Megy ez, mint az ágyba szarás. És akkor honnan induljunk, mondjuk. Kicsit letörlöm, mert olaj származék lenne rajta. Na nézzük. Mert a passzon. Tökéletes. Nézzük az alját. Ha alkoholista vagy, ne állj neki pasztázni, mert jó a pászn. Pászn. De jó kenünk, hogy biztos jó legyen. Most jön az a rész, hogy felhelyezés. Felhelyezzük a pászn helyett a fedelet. Felélke. Hama gyorsan. Hama gyorsan. Akkor hogyan kell felrakni ezt a fedelet? Fedél felrakás. Tökéletes, mert nem látni semmit. Hulladék szar. Nézzük, így odaforgatjuk felétek. Nézzük ezt a fedelet. Elég beszmény van kitalálva, mert ugye egy ilyen, hát 45 fokos, nem is 45, hát jaj, 45 fokos. Anyád, ott már bele is nyújtom a pasztát. Kurva, anyá. Hulladék! Bazze! Most nyomok ide még egy kis pászn. Kis pászn, még nyomtam oda. Akkor próbáljuk felrakni ezt a fedelet. Ha nem tudom, hogy hogyan kell. Majd valahogy mindjárt felrakom. Hát bazdmeg, ez egy szar. Ez egy szar. Értitek? Mi az, hogy szar? Mert ez az. Hát mi ez a koporsó szökevény autó, te? Istenem! Most keresek egy 28 darab csavart, amivel megrögzítem a fedelemet. Figyeljünk, hogy sose hajtsuk be érintőre a csavart, mert akkor megnyomod a fedelet, és a paszta nagy része belekerül a menetbe. Úgyhogy csak így bele kell kapatni, hogy a menetbe ne kerüljön pászn. Hogyha nem kerül pászn a menetbe, az nagyon jó lesz. Ha nem jól egyengeted ki, vagy nem egyengeted ki, és csak a csavarra húzod oda, akkor biztos, hogy nem lesz jó. Jaj, Sanyika, mi van, Sanyi? Ne most zavarsz engem itt! Na és akkor szépen, mielőtt megköt a pászn, ezt bele kell hajtani a pásznba. Pásznba, így belehajtod. Tökéletes, sose lesz. Ha folyik az olaj, ne hívjatok, a telefonszámot töröljétek ki. Itt se volt az autó, helyett a motor. Mert csak a motor volt itt, a gépjármű. Hál' Isten, nem? Érintő! Megérintett az 1.8 TFSI! Nagyon jó.
Elméletileg új fedelet kéne rakni, de hát a csóróság jelző most világít. Úgyhogy nem lesz itten semmilyen új fedél. Maximum új autó. Nagyon jó. Nagyon jó. Most fogom és beütöm a szimmeringet. Nagyon jó. Beütöm a szimmering. A szimmering. 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 Na bazd meg. Ha be is menne ez a szar, akkor még... Very nice. Very nice bag of shit. Megint körbehúzom az ujjam. Tökéletes. Most jön ugye a lánckerék helyett a... Mi a fasz ez? Szítárcsa. Ez is ugye egyféle pozícióban fog felmenni. Úgy szépen meghúzunk, a 150 Nm-re kell meghúzni. Plusz 90 fok. Megnézzük a jelünket, elméletileg itt van egy jel rajta, ami ugye a nulla pontot jelezné, de hál' Isten nem található rajta ilyen. Úgyhogy kész is vagyunk a vezérlés beállítással, szerintem.